Nagy Navarró Balázs, a Tiszta Kezek Mozgalom vezetője, szakszervezeti vezető. Jó reggelt kívánok, szervusz. Jó reggelt kívánok. Meg vagy fázva? Az is. Nem vagy nagyon jól? Lélekben, meggyőződésben jól vagyok. Tél van, mínuszfokok vannak, kint vagyunk most már több mint egy éve. Ez mennyit emésztett rajtad? Mennyit fárasztott belőled ez az egész? Fárasztott, de szerintem erre ne számítson valaki, hogy engem ebben ki lehet fárasztani, és a többieket sem. Hozzászoktunk már ehhez, kibírtunk mínusz 25, mínusz 30 fokot februárban. Bírjuk. Voltak éppen hányan vagytok? Ez egy titkos adat, ezt a TEK tudja pontosan, ők tartják nyilván. Van egy 200-nyi aktivista gyakorlatilag, aki folyamatosan váltja magát a demonstrációban, és hát több ezer támogató Facebookon, 3,5 ezeren vannak. Amikor alakítottuk a mozgalmat, több ezeren voltak, 10 000-es. Nagy a tábor, de akik aktívan részt vennek, azért az kevesebb, amiről szó volt itt az előző beszélgetésben. Mindenki azt mondja, hogy támogat minket, lélekben veregetik a válunkat, de hogy Óbuda messze van, és amúgy sokaknak tényleg nagyon komoly gondjaik vannak a mindennapokban, tehát nekem vidékről küldözgetnek SMS-eket, hogy nem tudnak feljönni Budapestre, nem tudják kifizetni az úti költséget, és ez így van. Úgyhogy maradtok annyian, amennyien vagytok, de ti kitartotok. Viszont tegnap előtt, most már tulajdonképpen, több tucat biztonsági őr esett nektek, meg a ti úgymond táborotoknak a köztévé Kunigunda utcai székháza előtt, és hát ezzel kapcsolatban azon túlmenőleg, ahogyan az egész zajlott, és amit erről tudni lehet a dolog brutalitásáról és gátlástalanságáról, komoly jogi aggályok is felmerülnek, feljelentést is tesztek, de hát mások is akarnak értetek feljelentést tenni különböző hivataloknál. Ti a rendőrséghez fordultok? Hát igen, ilyenkor, ugye, aki tudja, hogy mi a büntető eljárás menete, ilyenkor bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt feljelentést kell tenni. Amúgy november 2-a, november 19-e voltak itt komoly támadások, már szerintem egy 10 fölött van a büntető feljelentések száma. Tegnap is megtettük ezt a büntető feljelentést, ugye itt gyülekezési szabadság megsértése, személyi szabadság korlátozása, azzal, hogy a lakókocsiba gyakorlatilag bezárták kívülről, nem engedték, hogy kijönnek az aktivisták és megakadályozzák a sátortábor szétverését. Ezzel személyi szabadságot korlátozták, és ez egy bűncselekmény, ez több éves börtönbüntetéssel sújtható. Tehát itt nagyon komoly dologról volt szó. Most történt először, hiszen az elmúlt 6 hétben már többször nekünk estek, hogy a rendőrség nagyon gyorsan a helyszínen volt, 10 perc alatt a segítségnyújtó telefonhívástól keményen léptek föl, már itt határozottan, és például elkezdtek helyszínelni, új lenyomatokat vettek, tehát előállítottak 30, több mint 30 biztonságembert, hogy hallottam, te mondtad, hogy Bőrösz István kijentett ilyet, hogy a magánhadsereget? Nem, ezt Szabó Tímea mondta, sőt, tájékoztatom, Bőrösz István biztonsági azért, de szó szerint tulajdonképpen ez, erről van szó, amúgy közpénzből természetesen, és azért Bőrösz István tud róla, ő utasítja ezeket az embereket, de ne legyen senkinek kétsége, Bőrösz István egy bábú, ő magától ilyet nem merne megtenni. Annyiból volt mindenképpen a rendőrségi szempontból is, és a rendőrség eljárása szempontjából is más ez a tegnap, hogy a rendőrök elkezdték kergetni a biztonsági őröket, tehát el akarták fogni az elkövetőket, mikorában gyakorlatilag szemlélték, hogy mi történik, és némi erőszakoskodásra mondjuk edzőkönyvet voltak hajlandók felvenni a panaszotokról. Ez azt is jelenti, hogy még talán az ő felfogásukban is ez már a helyszínen első látásra is megvalósított valamiféle bűncselekményt? Igen. Van erről valami információtok, vagy mondott nektek ott erről valaki valamit? Hát hallottuk, meg az, hogy hát azért itt nagyon komoly erőket mozgósítottak, és most ebben a pillanatban nem ellenünk, és hallottuk megjegyzésekben, hogy hát ez most már komolyabb, meg egyebek. Mondom, ezek komoly bűncselekmények. Az, hogy személyszabadság korlátozás, ugye addig, amíg fizikailag nem vernek meg, addig az egy szabásértés alakzat is lehet. A mostani az, mondom, szabadságvesztéssel sújtható, és bizonyítható, megvannak az új lenyomatok. A biztonsági erők szaladgálhatnak, de ezek gyakorlatilag ugyanazok, akik az korábbi támadást is elkövették. Mi mindegyiket lefilmeztük, lefotóztuk, tehát az igazából az azonosításuk nem lehet nagy probléma, és vannak kamerák, tehát azon az oldalon, amikor a sátrat szétverték, ott állandó kamerás megfigyelés van. Ezek ugyanazok az emberek voltak egyébként most, mint akikkel korábban találkoztatok? Részben igen. Ez egy 30-40 fős társaság, aminek egy része váltásban cserélődik, de a többség az ugyanaz.
A sajtótájékoztatón, amit tartottál, azt mondtad, hogy Böröcz István egy báb. Meg aztán azt is mondtad, hogy a múltját sokan ismerik. Nem tudom, milyen múltja van Böröcz Istvánnak, de ha van neki, hogy jön ez ide? Hát úgy jön ide, hogy ezek a módszerek kísértetésen emlékeztetnek az 50-es, 60-as évekre. Én persze ezt csak a könyvekből, meg a filmekből ismerem, meg családtagok elmondásából, de az, hogy valaki úgy gondolja, hogy ilyenfajta módszereket alkalmaz, verőlegényeket, megfigyeléseket, lejárató kampányt, hogy minket kocsikból filmeznek, fotóznak lakásaink közelébe. Hát erről mi tudunk, és mi is dokumentáljuk ezeket. Ez igen, ez arra emlékeztet, amit az 50-es, 60-as években volt. És Böröcz István múltja? Hát Böröcz István múltja, én újság és internet olvasó vagyok. Én láttam tiltakozó pártokat, amint szerepelnek nevek, és ezt vele kapcsolatba hozzák. Engemet átvilágítottak, mint a médiában dolgozókat 90-es években, kétszer is. Én szeretném azt, hogy a jelenlegi médiavezetés minden tagját ugyanúgy átvilágítanák, és mindenki számoljon el a múltjával. Ha Böröcz Istvánnak van ilyen múltja, akkor gondolom azt mindenkinek tudnia kell. Általános, a közmédiát érintő általános sztrájkkal fenyegetőznek a közmédiában jelenlévő szakszervezetek. Te szakszervezeti vezető is vagy, tudsz erről? Hát igen, részben tudok. Ugye 15 szakszervezet van most már a média területen. Az egyik, ez a bizonyos Egyesült Média Szakszervezet, amelyiknek a vezetője Lázár András, hol egyedüliként tárgyalt Böröcz István, ahol pedig miután panaszt tett Szalai Anna Máriánál a többi szakszervezettel együtt fantom szakszervezetté vált. Ugye ez a szakszervezet még nincs bejegyezve, mint kiderült, ő mondta el nekem, hogy a nemrég az ügyészség megtámadta a bejegyzésüket, ilyenre is ritkán került sor, valamiért a hatalom nem akarja, hogy megalakuljanak, de hát ez az ő gondjuk. Igen, létrejött egy sztrájkbizottság, én nem tartom reálisnak, őszintén. Én voltam ott 10 szakszervezetnek egy képviselője, a közmédiumok szakszervezeti tanácsának, papíron még az vagyok az elnök annak is. Nem tartom reálisnak a közmédiában, hogy sztrájk lehet, ugyanis ebben a megfélemlített légkörben, amikor most már harmadjára rúgnak ki tömegesen embereket, akiket kirúgnak, azok már nem fognak sztrájkolni, akiket még nem rúgnak ki, az attól rettegnek, hogy kirúghatják őket bármilyen alapon. Próbálnak összefogni, sztrájkbizottság létrejött, a mi szakszervezetünk is benne van. Én azt hiszem, hogy fontos a nyomásgyakorlás, de valójában most már tényleg valamit tenni kellene, a szavak most már nagyon kevesek. Ti pedig maradtok a Kunigunda utcában, vagy az épület különböző oldalain, ahol éppen sátortábor tudtok verni, addig, amíg le nem mondanak az MTV a vezetői. Így van, ezeknek távozni kell, ezeknek az embereknek, amúgy most már tényleg olyan abszurd drámát illő az a jelenet, hogy a mögöttünk lévő területet, mint kiderült, Búzs Balázs, fideszes óbudai polgármester segítségével jövő év december 31-ig megkapta köztelt használatra az MTVA. Korábban olyan kérelmet terjesztettek be, amit még a fideszes többség is elutasított, hogy örökre kapják meg az MTVA körüli közterületet használatra. Abszurd, ami itt történik. Böröcz István féle embereknek semmi helye nincs ebben az országban. Ti viszont vigyázzatok magatokra a hidegben. Nagy Navarro Balázs, köszönöm szépen. Én is köszönöm.